Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szociál, etikai és szociál teológiai nézőpontból közelítem meg témánkat, az egész rendezvény alaptémáját, a teremtett természet, a teremtés megőrzésének a problematikáját, amelynek nyilván része a Dunával kapcsolatos tervezeteink, programjaink és tevékenységünk is erőfeszítésünk ennek része. Na most az egyház nézőpontjából közelítek tehát. Akkor rögtön azt kell mondanom, hogy az egyház aránylag későn kezdett foglalkozni a természetvédelmi és az ökológia tematikájával. Na de hát ez nem az egyház, úgymond, hibája, mulasztása. Itt arról van szó, hogy a téma későn vetődött föl. Ma már az érdeklődésünk, az emberiség érdeklődésének a középpontjában áll. Méghozzá amiatt a keserves és döbbenetes tapasztalat miatt, hogy a fejlődés, a technikai fejlődés óhatatlanul természet rombolással jár együtt. Ez egy felismerésünk, amire később jöttünk rá. Ez az egyik ok. A másik ok, ami az érdeklődésünket is mondhatnám felizzította, hogy a élet alapvető feltételei és erőforrásai, ha ebben a tempóban használjuk őket, ahogy eddig tettük, riasztó mértékben fogynak. Úgy gondolom, ez a két alapvető felismerés váltotta ki azt a, nem csak érdeklődést, ennél sokkal többet, amivel mi most már kísérjük az ökológia problématikáját. Rájöttünk egyszerűen arra, hogy jövőnkről van szó. Na, hogy minnyájunk bőrére megy a vásár, így is mondhatom. Erre jöttünk rá, természetes. Na most az egyház természetesen csak a többi tudományág reflexiói után kezdett foglalkozni ezzel a problematikával, hiszen az egyház mindig erkölcsi síkon próbál reflektálni, és egyfajta útmutatást és állásfoglalást kidolgozni. Reflexió szót használtam. Nyilván az egyház elsősorban a Bibliára támaszkodva, az isteni kinyilatkoztatásra támaszkodva, erről hallottunk, az előző előadásban támaszkodva nyilatkozik, szól, beszél, és persze felhasználja a szaktudományok igazolt felismeréseit és állításait. Ez az egyház, mondjuk szociális tanításának, társadalmának a két lába. Ezen halad előre. Visszatérve a Bibliához, azt gondolom, hogy a következő alapkijelentéseket fogalmazhatjuk meg, amelyekből azután megszületik az egyháznak ökológiai környezetvédelemre vonatkozó tanítása. Melyek ezek az alapvető bibliai kijelentések? Isten megteremtette a világot, a teremtés jó, megteremtette benne az embert is. Második, Isten az embert a saját képére alkotta, és munkatársaként rábízta a világot, hogy művelje és őrizze. Ez egy alapvető megalapítás, egy bibliai kijelentés. Harmadik, Isten a világot mindenkinek, minden nemzedéknek és az egész emberiségnek adta.
Az harmadik fontos megállapítása a Bibliának. Ebből aztán iszonyú sok konzekvenciát lehet levonni. És a negyedik, Isten a teremtésben, szintén szerintem egy nagyon fontos bibliai, inkább burkolt megállapítás a Bibliában, a teremtésbe bekódolta útmutatásait, és közölte parancsait. Ezt én egy rettentő fontos bibliai, szentírási kijelentésként fogom föl. Vagyis az azt jelenti, hogy az Isten a teremtéssel is üzen nekünk és szól hozzánk. A teremtett világból ki tudjuk hámozni, hogy hogyan kell nekünk viselkedni, cselekedni. Elnézést, hogy ezt mondtam, ezt roppant fontosnak találom. Az isteni parancsok benne vannak a természetben, a teremtett világban. Az ember dolga, hogy ezeket fölismerjék. Azután ám az ember, ez a negyedikhez tartozik, ám az ember szabadságával élve, kezdettől fogva engedetlen volt ezekkel szemben, de Isten mégsem hagyta magára az embert. Ez a negyedik állítás, bibliai állítás szintén nagyon-nagyon sok minden tartalmaz. Na ezeket nem tudom kifejteni, de ha valaki spekulál ezeken a dolgokon, mint ahogy én szoktam, akkor ezeket ezt a négy alapállítását, kijelentését a Bibliának, ezeket mindig alkalmaz és használja, hiszen ezt teszi az egyház is. És ezek segítségével mondom, adott ki nyilatkozatokat és foglalkozott az ökológia, környezetvédelem tematikájával. Először kezdtem, mondhatom, csak éppen megemlítem, a II. Vatikáni zsinaton, a 60-as évek közepén, ott és a 6. pápa uralkodása idején, ez is fontosnak találom, mert 6. Pál pápa később ugyanazokkal a témákkal foglalkozott, amelyek szót kaptak, megvitatódtak már a II. Vatikáni zsinaton. Itt elsősorban az ember tevékenységéről van szó. A természetben rábízta Isten az emberre a teremtett világot. Az ember tevékenysége tehát helyén való, és az embernek ahhoz, hogy a természetben munkálkodjék eredményesen, II. Vatikán is azt mondja, meg kell ismerni a teremtés értékét, törvényszerűségeit, jóságát, saját törvényeit, és így kell mutatni. Ezt én magam megint egy nagyon fontos jelentésnek tartom, amit a II. Vatikáni zsinat fogalmazott meg. Azután ezt azért is hangsúlyozza így az egyházi beszél róla, azután már kritikusan 6. Pál, a zsinat pápája, II. Vatikáni zsinat pápája, a 70-es évek második felében, méghozzá kicsit kritikusan beszél már róla, mert azt mondja, igen, az embernek munkálkodnia kell a teremtett világban, használhatóvá kell tennie a teremtett világ javait, de ne tegye ezt olyan mértékben a haszonszerzés érdekében, hogy károsítsa magát a természetet. Tehát az első figyelmeztetés 6. Pál pápa fogalmazta meg ezzel kapcsolatban, és később is. 2. János Pál, tudjuk, 6. Pál pápa után, János Pál már egyértelműen beszél az ember felelősségéről, a Centrumus Annus körlevelében, a természet iránti felelősségéről egyértelműen. És a mostani pápa, a Benedek pápa pedig, tőle most idézek egy hosszabb szentenciát, mert azt gondolom, hogy összefoglalja mindazt, amit egyáltalán, amiről mi beszélünk, és én mondandó vagyok, vagy lettem volna. Következőt mondja, Caritas in Veritate, legújabb pápai enciklika, tavalyi enciklika.
Az egyház felelősséggel tartozik a teremtésért, ezt a felelősséget érvényesítenie kell a nyilvánosság előtt is. Tehát fel kell lépni ennek érdekében. Ha ezt teszi az egyház, nem csak a földet, a vizet, a levegőt, mint Isten ajándékát védelmezi, ami persze mindenki, hanem mindenek előtt, itt van egy új gondolat, hanem mindenek előtt magát az embert kell megvédenie a önpusztító ténykedésétől. Ez egy borzalmas mondat. Tehát az egyháznak az embert kell megvédeni attól a pusztítástól, amit saját maga végez. Meggondolatlanul. Valami helyes értelemben vett humán ökológiát kell érvényesítenie. A természetkárosítás ugyanis szorosan összefügg a kultúrával, megint új gondolat, és nagyon-nagyon fontos gondolat. A mi kultúránk összefügg a mi természetkárosításunkkal. Ez egészen világos. A kultúrával, amely az emberi együttélés formája alakítja. Hogyha a társadalomban tiszteletben tartják a humán ökológiát, akkor abból a környezet ökológia is hasznot húz. Ahogyan az emberi erények kapcsolatban állnak egymással, úgyhogy az egyik erény gyengülése a másik erényt is veszélyezteti, úgy az ökológia rendszere is egy olyan terv, amely egy stratégia érvényesülésén, betartásán múlik az ökológia rendszere. És ez a stratégia, amit be kell tartanunk, a mind a társadalomban létrejött egészséges együttélést, mind a természettel való jó viszonyt magában foglalja és érinti. Érdekes, csak úgy mondom mellékesen, hogy Isten itt külön nincs megemlítve. Miért? Mert ha valaki helyesen cselekszik, akkor Isten szándéka szerint cselekszik. Úgy cselekszik helyesen, ahogy a természet logikája megkívánja tőle. E világ logikája. Az a logika, amit Isten beleépített a természetben, akkor dicséri az Isten. Elnézést, hogy ezt így mondom, természetesen. A természetvédelemhez nem elégséges ösztönző vagy korlátozó szabályokat hozni, és egy megfelelő útmutatás sem elégséges. Ezek fontos segédeszközök, de a meghatározó, döntő probléma, és itt van megint egy olyan, a társadalom morális állapota. A társadalom erkölcsi tartása. Ez az alapvető. A Caritas in Veritate körlevél 51. passzusa, amiből most idéztem, és nyilván az idézet még tovább megy, és roppant konkrétan mutat rá arra, hogyha mi a helyes emberi együttélés, az emberi magatartás normáit, a személyes normáit nem vesszük komolyan, akkor milyen alapon várhatjuk el, hogy a környezetünket, tehát egymással való kapcsolatunkat nem rendeztük az Isten szándéka szerint, akkor hogyan várjuk el, hogy a környezettel békében élünk, hogy a környezettel normális a kapcsolatunk. Na most... Erről a normális kapcsolatról, a környezettel való kapcsolatunkról szeretnék még néhány szót mondani. Tudni, itt a probléma az, hogy az ember ura a teremtésnek, és ugyanakkor maga is teremtmény. Hogy van ez? Csak megemlítem, ez az első probléma. Nyilvánvaló, ez egyfajta kettősség. Az ember bent van, ugyanakkor fölötte is van. De ugyanaz az ember. Osztozik tehát a biológiai létezésben minden más teremtménnyel együtt. Meghal, elporlad.